Hatalmas fekete füsttel és lánggal égett egy traktor és egy bálázógép tavaly áprilisban Bátaszéken. A katasztrófa védelem felvételein jól látszik, hogy a gépek teljesen kiégtek. Ezek a képek pedig néhány napja készültek Dombóváron. Itt egy bálázógép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a gép közelében fekvő tallóra, ami egy hektáron égett, és egy tucat bála is lángra kapott. A dombóvári tűzoltók 3 vízsugárral tudták eloltani a tüzet. Nyáron főként aratás idején különösen sok ilyen tűzesethez riasztják a lánglovagokat, pedig elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének ezek a tűzesetek. A legfontosabb szabály az az, hogy ezeken a gépeken el kell helyezni egy kézi tűzoltó készüléket. Ez általában elegendő a kezdődő tüzeknek az eloltására. A munkavégzés megkezdése előtt és a munkaközi szünetekben és a munkavégzés befejezésekor is fontos meggyőződni arról, hogy éghető anyag nem rakódott le, mert ha igen, akkor ennek a tisztításáról azonnal gondoskodni kell. Ajánlatos munkaközi szünetben is biztonságos távolságra helyezni a gépet az éghető anyagtól. Ezzel könnyedén meg lehet előzni a tallótüzeket, miként további alapvető szabályok betartásával is, mondja Ackermann Zsuzsanna. Szigorúan tilos a vezetőfőkékben rágyújtani aratási munkák közben, hiszen egy eldobott cigarettacsik is nagyon komoly tallótüzet tud okozni. Az elmúlt esztendő betakarítási szezonjában országosan 203 mezőgazdasági tűz keletkezett, összesen csaknem 350 hektárnyi területen égett a talló, gabonatábla vagy éppen kazal. Valamint 39 kombájn, 17 bálázógép, 8 traktor és 2 pótkocsi gyulladt ki.